Következő felszólalónk számára Szent István, Tóth Tihamér, Prohaszka Ottokár életútja, munkássága nagyban hozzájárult a gondolkodásának kialakulásához. Egészen ifjú korától politizál, fontosnak tartja a keresztény-szocialista gondolatok ápolását, ezért Prohaszka Ottokár iránytű a magyar ifjúság számára című művének újrakiadása mellett az identitás megvédésére kiadott saját és Pongrácz Gergelyről szóló Pongrácz Andrással közösen gondozott könyvét a jövőben minden bizonnyal további írások kiadása is fogják követni. Szeretném színpadra szólítani a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnökét, Vékony Csongort. Tisztelt megjelentek, kedves bajtársaim! Először is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik idén és az elmúlt években bármilyen módon hozzájárultak kettős keresztünk felállításához. Ünnepi beszédemet egy 1930-ban megjelent római katolikus ima, énekes és oktatókönyv 1942-es kiadásából hozott idézettel kezdeném. Ezzel szeretném megidézni a 100 évvel ezelőtti magyar adventet. Az advent 4 hétből áll. Jelképezi azt a 4000 esztendőt, amely sok vergődés után várta a megváltót, az ígért messiást. Hány nép és hány birodalom tűnt fel és tűnt le azóta, hány kultúra virágzott ki és hervadt el azóta, míg az emberiség vágya beteljesedett és megérkezett a szabadító megváltó. Erre a nagy várakozásra emlékeztet az egyházi év kezdete, és az a 4 hét, amely a Szent Karácsony ünnepét megelőzi. A 4000 éves várakozás után csaknem 2000 év az advent minden reménységének derengő éjszakája. Az egyház sok szép szimbolizmusa között lenyűgöző szép az advent szomorúsága. Kinek nem jut eszébe gyermekkorából a hajnali misék, róráték, kedves hangulata? Ki nem emlékeznék a régi magyar adventekre? A hófötte gyönyörű felvidékre, az erdélyi falvakra és minden magyar tájra, ahol csak magyarul imádkoztak az éjféli miséken. Azóta feketébb lett a magyar advent éjszakája. Mikor lesz ezután? A magyar bánatos adventek után örömteljes karácsony. Testvérem, az igazságnak el kell jönni, csak tartsunk ki, és addig kiáltozzuk, harmatozzatok egek, és adjátok nekünk vissza magyar adventünket, szent karácsonyunkat. Úgy tűnik, az igazság eljövetele még várat magára. 100 évvel ezelőtt még az elszakított területeink visszaszerzéséért imádkoztak őseink, ma már inkább a kereszténység és a magyarság megmaradásáért szükséges imára kulcsolnunk kezeinket. Évről évre folytatjuk küzdelmünket, hogy ez a kettős kereszt az adventi időszakban itt állhasson, fővárosunk szívében a Nyugati téren. A Mi Hazánk Mozgalom keresztállítását az elmúlt években igyekeztek minden lehetséges módon ellehetetleníteni, de nekünk nem az a fontos, hogy a Mi Hazánk kettős keresztje álljon, hanem hogy a Nyugati téren kettős kereszt álljon. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén a kereszt talpazatának oldalain nem tüntetjük fel pártunk logóját. A kereszténységet nem lehet a politika falai közé zárni. Isten mindenek felett áll. Idén Jézus születésének ünneplése mellett Buda, Pest és Óbuda Egyesülésének 150. évfordulóját, Budapest születését is ünnepeljük. Az utóbbi másfél évszázad alatt el kell mondanunk, hogy olyan mértékben pusztult a nemzeti és keresztény értékrend hazánkban, mint azelőtt még soha. Mivel a politikára, mint a nemzet nevelésének egyik eszközére tekintünk, ezért kulturális értékeink megóvására minden alkalmat meg kell ragadnunk. Úgy tudunk egy dicsőbb 150 év elé nézni, ha a legújabb nemzedék tagjaiban is felizzítjuk
Isten és a haza iránt érzett szeretet lángját. Ezt a célt szolgálva dr. Gruntner Andrással, a mi hazánk főpolgármester jelöltjével együttműködve, dr. Gőz József Budapest története című könyvének újrakiadása mellett döntöttünk. Minthogy ez a mű 1896-ban jelent meg utoljára, így az elmúlt évszázad eseményeit nem tartalmazva, szebb korokról olvashatunk majd benne. Várhatóan december végén, január elején lesz újból elérhető. A karácsonyi ünnepkör szelleméről meg nem feledkezve, beszédemet végül egy 85 éves keresztény magyar asszony rojtosra kopott imakönyvéből idézett sorokkal zárnám. Arra is kérünk, uralkodunk, fogadd el szokásos könyörületességeddel imáinkat, böjtöléseinket, térthajtásainkat, melyeket a szent napokban neked mutatunk, jó illatú, tömjénfüst gyanánt, és méltass minket bűn nélkül eljutni születésed szent ünnepéhez, hogy a királyokkal és pásztorokkal mi is bemutathassuk hódolatunkat. Áldott és békés ünnepeket kívánok! Köszönöm a figyelmet!